Sziasztok! A mai videó egy ruháshaul videó lesz. Vásároltam megint Poshmarkról, vagyis ugye az itteni Vintedről, tehát másodkézből, illetve Zara és Nike leárazások is voltak. Kezdem a Nike-val, mert abban az egyik darab rajtam van. Méghozzá, hát lehet, hogy ki fogjátok találni, hogy mi az. A legutóbbi ruháshaul videóban is mutattam ugyanezt a darabot, csak más színben. És ugye említettem, hogy a gyerek méretű tréningszettek annyira rám vannak szabva náluk, hogy beszereztem még egy árnyalatot, méghozzá a szürkét. Ennek a nadrágja most rajtam van, de a pulcsiját meg tudom nektek mutatni, illetve majd szerintem képet is fogok ide rakni, hogyha van már képen felvéve. Teljesen ugyanaz, mint amit a legutóbbi haul videóban mutattam, ugye a bézs, illetve a világos zöld színben. Ez a szürke annyi, hogy egy picikét vastagabb anyag, mint a bézs meg a világos zöld, úgyhogy egy picit még oversized-abb, illetve egy kicsit rosszabb az esése mind a nadrágnak, mind a pulcsinak, mert mondom, ilyen kicsit ilyen vastagabb, erősebb anyag, tehát nem esik annyira könnyedén, ha ez érthető és bárkinek hasznos info. De minden esetre nagyon-nagyon szeretem, és most egyébként ebbe fogok hazautazni. Órákon belül indulunk a reptérre, csak gyorsan szerettem volna nektek még ezt a videót felvenni előtte. Egyébként ilyen utazásokhoz, hosszú utazásokhoz is nagyon javaslom ezt a szettet, iszonyú kényelmes. És ebből a színből egyébként megvásároltam a rövid nadrágot is, szintén gyerekosztály és az L-es méret, ami jó rám, vagy hát nem tudom, a többit nem próbáltam ki, az L-eset rendeltem, és ez teljesen jól passzolt, úgyhogy meg is tartottam. Annyi, hogy az alját azt én így fölhajtva fogom hordani, nekem így jobban áll. És természetesen ezeket is 25% kedvezménnyel szereztem be. Még egy dolog van a Nike-tól, aminek annyi a sztoria, hogy még 2018-ban kinéztem egy Nike Jordan cipőt, a életem első Jordana, ami megtetszett. Pontosabban lehet, hogy már azelőtt is tetszettek volna Jordanek, ha foglalkoztam volna vele, de nem igazán érdekelt így különösebben maga a Jordan, mint cipő, de megláttam azt, mi is volt a fantázia neve annak a cipőnek, nem jut eszembe, Blue... valami, már nem emlékszem, 2018-ban volt, bár hozzáteszem azóta, szinte minden évben utána nézek a neten, hogy kapható-e. Szóval sajnos egyébként azt azóta se sikerült beszerezni ilyen horror árakon, 5-600 dollárért legolcsóbban van fent nyilván ilyen viszonteladó oldalakon, de hát azért a fene tudja, hogy azok eredetiek-e, meg amúgy is azért ennyit nem adok ki egy cipőért. Arról a cipőről sajnos le kellett tennem, viszont most kijött ebbe az évben egy, hát nem mondom, hogy nagyon hasonló, de kicsit azért hasonló cipővel a márka. Azért hasonló, mert ez is kék. És én nekem a világos kék a kedvenc színem. És hát most lesz a születésnapom, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezzel lepem meg magam születésnapom alkalmából, és hát nagyon örülök is neki. Kicsit sötétítettem a képen, mert talán túl világos volt, nem tudom, bocsánat. Nincs időm újra felvenni most az egészet, úgyhogy remélem, hogy elnézitek ezt most nekem, és jó így a kép. Menjünk tovább, van a Zarától is egy-két dolog, méghozzá egy sima póló, egy Mauen Sanzos kollab póló, a hátulja, ami nagyon megtetszett nekem, ilyen pasztel színű, eléggé Kalifornia vibe-os. Ez teljes áron volt egyébként, de 15 dollár volt. Aztán akciósan 17 dollárért vettem ezt az inget, amin őszintén szóval még rajta van a címke, mert még nem hordtam, és kicsit hadilában is állok vele, nem tudom, hogy mennyire fogom hordani, de végül nem vittem vissza, mert amúgy nagyon-nagyon tetszik, és iszonyú jó lenge anyaga van, len, nem 100% len, de elég nagy százalékban lent tartalmaz, viszont hát nem tudom, a színen nem az igazi az én bőrtónusomhoz, hajszínemhez, azt érzem. De a fene tudja, úgy voltam vele, hogy akciós volt, tetszik, maradjon. Ha nem lett volna akciós, hát mondjuk akkor egyrészt meg se veszem, másrészt, ha meg mégis, akkor biztos, hogy visszaviszem. Természetesen, ha nem hordom, akkor túl fogok rajta adni Vintiden, vagy Poshmarkon, vagy bárhol. De egyelőre azért fűzök hozzá reményeket. Írjátok meg, hogy szerintetek milyen. És akkor az utolsó dolog az Zarától, szintén egy ink, szintén len, illetve van egy ilyen fehér topp is hozzá, ami amúgy nekem nem kell, vagy hát van másik, szóval igazából mindegy. Ezt se hordtam még, ezen is rajta van a címke. Rózsaszín fehér csíkos ink, elég hosszú, tehát egy kicsit oversized fazon. Nem mondtam
egyikből se, hogy melyiket vettem. Ebből a 164-eset, a másikinkből 152-eset, és a pólóból pedig 140-eset. Tehát abból elég kicsit, de így ilyen cropped hatása van, és az is oversized póló. A 152-eset is felpróbáltam, és az valahogy túl nagy volt rajtam, vagy nem tetszett annyira, mint ez rajtam, úgyhogy végül is a 140-esnél maradtam. Minden esetre ezt tudja, hogy nagyon-nagyon sokszor fogom hordani. Szerintem ez nagyon sok mindennel felvehető, és nem az az ilyen nagyon durva rózsaszín, amit én nem is szeretek. Poshmark. Talán megint nem lesz újdonság, hogyha szoktátok nézni a haul videóimat. Ez a Free People kantáros rövidnadrág. 20 dollárért találtam ezt a cord beige verzióját, amiről megint csak nem tudom, hogy a bőröm színéhez most nincs rajtam önbarnító, meg egyáltalán nem barnulok, mert eddig a nyár folyamán, meg úgy összességében a tavasz folyamán 2 napot sütött kávé a nap rendesen Los Angelesbe, úgyhogy még csak kicsit barnulni sem barnultam, meg semmi, szóval nagyon fehér vagyok most, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen, de hát úgy voltam vele, hogy 20 dollárért abszolút megéri, aztán maximum ezt is tovább tudom adni, akár még többért is szerintem egyébként, mert ez ugye az eredeti ára az 89, vagy nem tudom hány dollár. Úgyhogy egy itteni ilyen influencertől vettem egyébként. Ennek is nagyon-nagyon örülök, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa, erről is írjátok meg a véleményeteket. És amit még Poshmarkon találtam, az ez a nagyon-nagyon kedves felhős kardigán. Ez az LA Hearts márka, nem ismerem a márkát, de ezt is 15 dollárért sikerült megvásárolnom, és pont a legutóbbi videómban említettem talán, vagy valamelyikben, hogy mennyire szeretem a felhő motívumot, és hogy mire emlékeztet, hogy ez a másik kiskutyámról, ki már nincs köztünk sajnos. Nagyon-nagyon puha, tulajdonképpen szerintem tényleg használatlan, tényleg nagyon jó minőség, nagyon-nagyon örülök neki. Ez most érkezett egyébként a napokban. Mert hogy amúgy ez nem mint mondjuk pár nap eredménye, hanem azért több hét eredménye. És végezetül egy baseball sapka, ami így néz ki. Aki tudja, azt tudja, hogy mi ez a motívum rajta. Eminem új kollekciójának az egyik darabja ez a baseball sapka. Őszintén szólva egyébként semmi extra, csak rá van hímezve a fordított E betű, illetve egy kés. Óriási Eminem fan vagyok, úgyhogy ja. És hát ennyi lett volna már ez a videó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Remélem, hogy a legközelebbi videóban is találkozunk. Most pedig rohanok, és készülődöm a reptérre. Hamarosan otthon leszek, és akkor, amíg legközelebb találkozunk, addig is nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!